Eltűnt két méretes fűzfa az egyik nagyáruház mögötti területről Tolnán. A helyi lakosok jelentős részének valószínűleg az inget küszöbét nem érte el ez a változás, ám egy kis sportos közösségét, a tolnai futókét annál inkább. Nekik már évek óta itt volt az edzések előtti gyülekezőhelyük, szinte egyként valamennyiükben fogant meg a faültetés gondolata. A tolnai közép- és hosszú távfutóklub tagjai március 15-ét az új fűzfa elültetésével ünnepelték, hogy eme számukra már kultikussá váló hely az elkövetkezendő időben is megmaradhasson. Öt-hat éve futunk együtt Tolnán rendszeresen, egy amatőr futócsapat, és itt szoktunk találkozni ezen a sarkon, ahol itt volt a fűzfa, és mindig nagy fának hívtuk, hogy innen indulunk futni közösen. A fát ki kellett vágni, mert előregedett, és tényleg szükségessé vált, és ennek a hiánya ébresztett bennünk a gondolatot, hogy ültessünk egy másik fát a helyébe, és akkor maradjon meg ez a szép gondolat is, meg az ötlet is, hogy akkor legyen futók fája itt Tolnán. A hosszú távfutás egyik legjelentősebb képviselője, a tapasztalt maraton és terepfutó Szűcs Fatima volt a faültetés ötletadója, és büszke arra, hogy ezzel a kuriózum értékű cselekedettel akár más futókluboknak is példát adhattak. Én voltam az ötletgazda, hogy legyen futók fája, ami nem csak ebben a városban, de a megyében, talán az országban sincsen ilyen. Most is a jól bevált útvonalon indultak el a félmaratonnak megfelelő táv kollektív teljesítésére a tolnai futóklub tagjai. Ez pedig némi külvárosi bevezető szakasz után Bogyiszlóig vezetett a töltésen, ami egy általuk már tapasztalt, meglehetősen ideális hosszú szakasz. Tolnának itt nagyon jó adottságai vannak, mert itt Bogyiszló felé indulva mi a Burján töltésen futunk rendszeresen, ami egyrészt a talaja nagyon jó, mert egy jó földes, jól futható út, tehát a lábnak is, a testnek is egy nagyon jó hatással van. Fatima a koronavírus elleni küzdelemben a szobafogságra, tétlenségre ítélt embereknek jó szívvel ajánlotta a mozgást. A gyaloglással, kocogással, kerékpározással eltöltött órákat. Még a közösségi futásainkat is korlátozunk, illetve szüneteltetjük. Nyilván nagyobb csapatban nem megyünk el együtt sportolni, és amennyit lehet tartózkodunk mindenféle közösségi érintkezéstől. Azt gondolom, hogy utolsó pillanatban ültettük el ezt a fát is, mert például jövő héten már nem biztos, hogy kijöttünk volna fát ültetni ennyien.